8 éve használ aktívan számítógépet a szabadkai nyugdíjas Katona Klára. Rokonaival tartja interneten a kapcsolatot, azt mondja, az elején nehezen találta fel magát, de ma már magabiztosan használja a fiatalok körében is népszerű közösségi oldalakat. Facebookot legtöbbet, Messengert, Skype-ot, meg egy ideig e-mailt is használtam, mert rokonaim vannak külföldön, fiam Magyarországon van, és így kommunikálok, meg Viberen keresztül. Ami legjobban érdekel, a képeket, amit fölrakunk a valamilyen kirándulás után, vagy pedig valamilyen összejövetel után, ilyen születésnapok, és ezeket szeretem megnézni. Hát még vannak jó receptek, meg történések, amik vannak a városunkban, meg hát nem csak a városunkban, hanem általában. A Tijana Jurić Alapítvány a Kereskedelmi és Telekommunikációs Minisztérium támogatásával valósítja meg ezt a projektumot a fővárosban. A Szabadkai Gerontológiai Központ kérésére pedig a nyugdíjas klubok felhasználói számára is tartanak műhelymunkákat. Szabadkán kezdetnek 5 műhelymunkát szervezünk, remélem ősszel folytatni is tudjuk. Az oktatás nagy része a biztonságos internet használatra fekteti a hangsúlyt, ugyanis az idősebb generációnak nincs még elég tapasztalata az internet használat terén, így könnyen áldozatai lehetnek zsarolásnak, csalásnak, akár online vásárláskor. Egyre több nyugdíjas használja az internetet, és ez számunkra tényleg az egyik legfontosabb projektum, mert felhívja a figyelmét ezeknek az embereknek, akik hiszékenyek és tapasztalatlanok az internet használatában. A projektum célja, hogy a harmadik generációnál az internet biztonságos használatát a lehető legmagasabb szintre emelje. Az idősebb generáció tagjai könnyen válnak áldozattá, akár egy olyan kisvárosban is, mint Szabadka. Ezért az illetékesek arra mindenképp felhívják a nyugdíjasok figyelmét, semmilyen körülmények között ne árulják el idegeneknek a közösségi oldalakon, hol laknak és milyen körülmények között, mert könnyen támadás áldozataivá válhatnak.